Aki megkapja a labdát, az elmondja azt a keresztnevet, akitől kapta a labdát. Vidám ismerkedéssel kezdődött az öt határon át elnevezésű vetélkedő kárpátaljai döntője. A Kárpát-medencei közművelődési kerekasztal tagjai és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által meghirdetett online interaktív honismereti vetélkedő célja az, hogy a Kárpát-medence iskolásai jobban megismerjék egymás értékeit. Az öt határon át kárpát-medencei vetélkedő már több éves múltra tekint vissza. A határon túli régiók, tehát Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, Felvidék és Muravidék jelentkezhet minden évben, és idén az volt a cél, hogy megismertessük, bemutassuk az egyes régióknak az értékét, tehát a vetélkedőnek a feladatai, a helyi értékekre, akár épített, akár kulturális örökségekre, vagy természeti értékekre vonatkoztak. Kárpátaljáról 10 csapat nevezett be tavaly ősszel erre a vetélkedőre. Sajnos az elmúlt hónapokban több csapatnál úgy adódott, hogy költözés és egyéb okok miatt fel kellett adniuk a versenyt. Viszont a regionális döntőre 5 csapatnak sikerült eljutnia. Közülük 3-an értek el kiemelkedő eredményt, és ez a 3 csapat fogja jövő héten Kárpátalját a pécsi döntőn, tehát a vetélkedőnek a döntőjében képviselni. A kifejezetten fiataloknak kialakított internetes felületen a résztvevők 3 fordulóban mérhették össze tudásukat. A regionális döntőbe az 5 legjobb csapat került be. Szerintem zseniálisak voltak. Az a felkészültség, az az odaadás, az a motiváció, azok a lángoló szemek a feladatok elvégzésén, amit tanúsítottak és bemutattak a verseny során, ez valami elképesztő. Az, hogy így el tudták sajátítani, hogy meg tudták szeretni a kárpát-medencei értékeket, az fenomenális. És azt a szikrát, ahogy bemutatták a helyi, ugye a saját települések vonatkozó értékeket, ahogy összefűzték azokat, kidombolították számunkra, az egy számomra, mint turisztikai szakemberre, ez egy felemelő élmény volt. A kárpátaljai csapatok számára nem volt zökkenőmentes a részvétel az online vetélkedőn. A felkészítő tanároknak és a gyerekeknek főleg az áramkimaradásokból adódó nehézségek okoztak problémát. Rengeteg időt szántak arra, hogy felkészüljenek erre az öt határon át kárpát-medencei vetélkedőre. A gyerekek sok nehézséggel szembesültek, az áramszünetek megnehezítették a dolgukat, de minden erejüket arra szánták, hogy készüljenek, és büszke vagyok rájuk. A megmérettetés első részében elméleti kérdésekre kellett választ adni, majd a gyakorlat következett. Rendkívül sokszínű feladatlappal találkoztunk egyébként. Szintén szóval nem tudtuk, hogy mire számítsunk, milyen témában, ezért igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Igazából a tesztes feladatok voltak talán azok, amik a legkönnyebben mentek, illetve az elején az igaz-hamis állítások különböző régiókról. Tapsra indul az idő. 1, 2, 3. A legtöbb feladatnál elsődleges szempont az új ismeretek elsajátítása és a kreativitás volt. Nekem a kakukk tojásos tetszett a legjobban, amiben azt kellett csinálni, hogy voltak felállítva állítások, és ki kellett választani, hogy melyik igaz. Épületekről, személyekről is nagyon sokat mindent megtanultunk. Például egy csomó édességről, mint a fumu, meg a beigli, meg ilyen helyekről is. Kárpátaljáról, Erdélyről, Muravidékről, Felvidékről és Vajdaságról. A tapasztalatok szerint a résztvevőknek a program által megerősödik a nemzeti öntudatuk, új kapcsolatokra tesznek szert, értékeket őriznek és teremtenek, valamint megismernek más régiókat. Nekem személy szerint a fesztiválos feladat tetszett, amikor közösen összeültünk, és úgymond megszerveztünk egy egész fesztivált, meg nekem nagyon tetszett ez az egész vetélkedő, mivel a csapatmunkánkat nagyon erősítette, és közelebb hozott minket egymáshoz, és egy jó élmény volt, és remélem a pécsi forduló is ugyanilyen izgalommal teli lesz, mint ez is. Nagy gratulációban részesülnek az első helyezettek, aki a beregi gyerek. A döntőt április 1-én Pécsett tartják, ahol a Kárpát-medence minden régiójából a 3 legügyesebb csapat méri összetudását.